Tényleg együttesből, zenekar, ez így helyesebb talán elnézést. Így is van, Molnár Tomi és Bence, aki ráadásul nem csak a basszusgitárosa a zenekarnak, hanem ezt a klipet is ő rendezte. Ő csak pedig vágta. Jó lett a klip, gyerekek. Köszönjük. Van. Kicsit árkos. Nem azt mondanám, hogy vidám. Szép új világ, hanem... Egy nem túl szép új világ. Mi? Hát egy ilyen posztapokaliptikus képet akartuk ezzel festeni. Volt ez az új világ bemondás, és ez abba az irányba vitt el, hogy egy kicsit így az énből ki... Szóval, hogy így kitekintve egy kicsit egy olyan dolgokra is odafigyeljek, mik így egészen egyértelműen körülvesznek minket, és így befolyásolják, azt gondolom, mindenki mindennapjait. Elég így, kemény dolgok vannak benne vizuálisan is, tehát háborúk, tőzsde, pénz, hatalom, gyógyszerek, tehát hogy mindent összeszedtetek, ami igen, van a szövegnek egy erős, erős mondani valója, amit így a képű világban is szerettünk volna bemutatni. Elvileg forgatunk volna az egy ilyen sztoris részt is, de végül is elgondolkodtunk azon, hogy annyira erős tényleg a mondani valója, és olyan szövegrészletek vannak benne, hogy inkább arra figyeljen a hallgató, meg a néző is, úgyhogy hát végül egy, is... Nem egy ilyen szépkedős videoklip, amiket korábban eddig láthattak tőlünk, ez teljesen egyértelmű, hanem úgy gondoltuk, hogy itt inkább a mondani valót előtérbe helyezve a képi sorokkal tulajdonképpen így alátámasztjuk azt. Gyertek találtad a helyszínt, Bence? Tehát, hogy elindultatok és valami lerobbant gyártelepet kerestetek? Hát grafitizve, vagy ez az utatba kerül? Nagyon-nagyon sokat kerestük ezt a tökéletes helyszínt, és Menta a Hősökből nagyon sokat segített nekünk ebben. Aha. Úgyhogy ő ajánlott ezt az egészet. Majd a Tomival, nagyon-nagyon köszönjük. És majd a Tomival elmentünk és bemászunk erre az elhagyatott gyártelepre. Ez a Veszprémben van? Vagy... Nem, ez a Népszigeten van. Ez a régi gazdjár volt. Egyike. Most a szöveg fontossága, ugye talán nem mindenki tudja a nézők közül, de Molnár Tamás, aki annak idején az Anti Fitness Klubnak volt ugye, a alapító frontembere, gyakorlatilag nincs olyan magyar zenek, akinek ne, vagy ez persze túlzás, de hát rengetegen kéne fel téged szövegírásra, mert hogy valamiért most te vagy a legkeresettebb szövegíró így a pop szakmában. Ez hogy kell, vagy ilyenkor hogy van, jönnek, vagy mindenkinek te találod? Hány karaktered? Hát két verzió lehetséges, vagy úgy írok szöveget, hogy pusztán a fantáziámra hagyatkozom, és arra gondolok, hogy az előadónak mi állhat jól, vagy a közönség mit gondolhat tetthez állónak az előadó karaktere mellett, vagy hogyha megtalálom azt a közös pontot az előadóban, meg magamban, amire fel lehet építeni egy dalt, akkor úgy tudok írni, mint hogyha magamnak írnék tulajdonképpen. Tehát ez attól függ, hogy van-e az a húra az előadóban, aki felkér, ami megvan bennem is, vagy nincs. Mind a kettő tehát mondjuk egy Come on Barbie, Let's Go Party, azt mondjuk nem írnád meg egy olyan előadónak, aki... Meg tudnád, szerintem. De most itt, ha már a műfajok így szóba kerültek, ti is azért is híresek vagytok arról, hogy szeretitek ötvözni a különféle zenei stílusokat, ráhúzni egyfajta műfajt, van ebben egy kis rock, de amikor egy kis hip-hop beütést is kap esetleg, vagy nincs igazam ebben, hogy hát alapvetően tehát nem arról van szó, hogy van egy zenekar, klasszikus dob, gitár, basszusgitár, ének felállása, és olyan hangszerek szólalnak meg a dalokban, amilyenek a zenekarban egyébként vannak, hanem vannak dalok, a daloknak vannak témák, és olyan hangszereléseket készítünk a dalok, amit azt gondolom, hogy így szolgálják azt, hogy a dal témája vagy hangulata így a lehető legközvetlenebbül legyen reprezentálva. Tehát, hogy nem adja meg a hangzásunkat az, hogy milyen felállású a zenekar, hanem abszolút a dalokat szolgáljuk ki a hangszerelésre. Most nyilván ennél a dalnál, ahol egy ilyen posztapokaliptikus világképet festünk, beszélünk a social media elidegenítő szerepéről, vagy a különböző... Itt nem lesz szinti popot bevinni. Ez nem egy house alapra fog megtörténni, ez teljesen egyértelmű, úgyhogy ilyenkor a téma visz minket, és mivel eléggé nyitottak vagyunk, és azt gondolom, hogy hozzá tudunk szólni különböző differens műfajokhoz is, és semmiképpen sem vagyunk ilyen csőlátások, vagy nem horgonyoztunk le egy műfaj mellett, ezért benne van az a játék. Ez nyilván nekünkre is izgalmassá teszi az alkotást, mert nem ugyanolyan sorlemezekkel jövünk ki. Nyilván van erre egy nagyon jó példa, meg imádom az Iron Maiden-t, vagy a Metallica-t, akik csináltak ilyet hosszú időkön keresztül, de
de én hiszek ebben a változatosságban. Ez utolsó kérdés, mennyire van rossz hangulatotok? Mert azért ugye ez egy olyan szám, ami nagyon depresszív. Nézd, azt gondolom, ez mint a március 21-én megjelenő nagy lár, egy hülye mutatja azt, hogy rengeteg hangulat ér minket. Nyilván ez is egy hangulat, nem gondolom, hogy ez egy ilyen állandó és minden pillanatunkban létező hangulat. De igen, de nem lehet elmenni emellett a téma mellett, leújt szemmel, tehát hogy főleg ami mostában történik. Szerintem muszáj emellett egyébként kiállni, és a legutóbbi ausztráliai tűzvészből is tettünk el képeket. Ez hát, láttuk is. És ez a dal, ez bármikor jelent volna meg. Azt gondolom, hogy van létjogosultsága, tehát hogy nem lehetett volna olyan időben kihozni, amikor nem tudjuk szorosan csatolni. Csak annyi, hogy ez egyébként a frissen elkészült, komplett, nagy lemez anyagotok egyik dala, ugyebár az új világ. Én gondolom, csak más lesz egy koncertje, ugye? Március 21-én halon. És ha már ti szóba hoztátok, ugye, ha már apokaliptikus új világról beszélünk, és post-apokaliptikus új világról beszélünk, és szóba hoztátok az ausztráliai tűzeseményeket. Akkor maradjatok velünk egy kicsit. Maradjatok velünk.